Oké, megfogom, mi ez? A Netflix negyedik évada arról fog szólni, hogyan nyertük meg a 21-es világbajnokságot. Oh shit, mi ez a fehér fény? 2015, 16, 17... 18, 19... Adjatok már egy Ferrari sapkát. 20 és 21. Remélem, apu idén jobb kocsit tud venni. Drive to Survive negyedik évada, ahogyan a Netflix látta. Kezdjük! Nos, láttuk, hogy az évek során a Mercedes lepaktált az FIA-val. De idén teszünk ellene. Nagyon fontos, hogy jobban legyünk a Forma 1 vezetőségével. Lewis-tól elvették a 2007-es WB címet, ezért az FIA-tól kapott még hetet. De ez a paktum idén már lejár. Oh, beállt a hátam. Michael Masi a legjobb barátom. Együtt szoktunk lemenni edzeni. Ő itt a versenyigazgató. Mikey, minden reményünk benned van. Szóval tudod mi a dolgod? Igen, tudom, tudom. Holnap számítok rád. Különben nem kapsz ajándékot. Lewis 29-es szélesítette ki a 4-es kanyar, de az FIA konkrétan nem tett semmit. Összejátszanak. Már megint összejátszanak. Hamilton bejön, védekezik, kirántja a szélére, Verstappen megpróbál mellé kanyarodni, de ezt most még nem kell elkapkodni. Itt jöhet egy jobb kigyorsítás, egy újabb DRS zóna, és egy újabb nyíló hátsó szárnyék, Verstappen neki iramodik. És ott van Giovinazzi, aki lehúzódik, szélárnyék, hárman egymás mellett, külsőjében Verstappen jönnek a féktávra. Hamilton ott tartja, de Verstappen kívül megcsinálja, megcsinálja! Egyből megelőzi a legelső pillanatban, és elmegy Hamilton mellett. So we're taking the outside of the track. Okay, for the moment, let Lewis through. Hoppá, Verstappen lelassul! Verstappen lelassul, mi van a Hondával? Hamilton valahol túlélte ezeket a támadásokat, és némi szerencsével, de behúzza az első idei Forma 1-es futamot, nyer Bahreinben! Get in there, Lewis! What a job, mate! What a race! Amazing! Gyorsan rájöttünk, hogy nem sok minden változott. Az FIA és a Mercedes idén is kéz a kézben járnak. Nehéz évünk lesz. És viszonylag gyorsan elengedik, Verstappen keresztbe állva már rá rajtól. Perezre, sőt, bemegy Hamilton mellé, Verstappen belül mit átvenni a vezetést, most jönnek szemből Verstappen Hamilton mellett. Verstappen fordul elsőnek, Hamilton nagyon agresszíven próbálja ott tartani, összeérnek egy pillanatra, átszakázik Hamilton, meg is sérül az autója. Idén nagy a nyomás rajtunk, de Lewis helyén tudja ezt kezelni. És Kavics ágy! Ott most elássa magát.
so sorry, guys. Yeah, that's fine. Azt a mindenit. Most meg lehet tolni, mert nem fulladt le. Louise körhátrányba került a kicsúszást követően. De aztán történt valami. Olykor néha drasztikus lépéseket kell tennünk a siker érdekében. George, I'm sorry for that. Let's crush them. Óriási baleset! Bottas és George Russell! Bottas és Russell törik össze egymást! Talán a Piratellába járunk ebben, most itt nem vagyok biztos, nagyon nagy tempónál! George, that was a brilliant, brilliant drive. Thank you, thank you. Georgi nagy lépést tett afelé, hogy jövőre ülést kapjon a Mercedesnél. Mondom, hey man, ekkora mákom nem lehet. Hamilton megtámadja Norris a tamburálóba menet, és meg is előzi. Túlélte azt az egyetlen kritikus pillanatot az újraindítás előtt, de ezt most Verstappen könyörtelenül behúzta. Yes! És Hamilton megmenti a sóderágyból, tolatásból. Fasz, Max. Nagyszerű voltál, fiam. Remélem, nem sérültél meg. Semmi. Jövőre lehet megkapod az ülést. Az nagyon jó lenne. De Valterinak ne mondd el. Nem fogom. Bakuban. Valami elképesztő drámát láthattak a nézők. Hoppá, óriási baleset! Stroll a falba teszi magát az egyenesben, ott a biztonsági autós fázis. Nem gond, Lance, aput kifizeti. A srácok már vették el a pezsgőt a hűtőből. Hoppá, biztos, hogy defektet kapott, nem bírják a gumik! Verstappen defekt! Az érről Max Verstappen defektet kap 5 körrel a vége előtt. I think Ericsson hit us. Az érről esik ki Max Verstappen. Ez hihetetlen. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ez velünk megtörténhet. És ez még semmi nem volt. A dráma folytatódott. De gyorsan elengedték őket. Perez megy be Hamiltonra, Hamilton átveszi a vezetést, Perez... Ott a defekt, Hamilton! Nem fog pontot szerezni, Hamilton olyan mélyet fékezett, Vettel jön a második helyen! És ebben a pillanatban Sergio Perez megszerzi az első futamgyőzelmét a Red Bull-lal, és egy elképesztően őrült futamot nyer meg itt Azerbajdzsánban az 5. azeri nagydíjon. Rengeteg pontot vesztettünk az előző futamon, szóval valamit tennünk kellett. Van az a helyzet, amikor be kell csicskulni. Valtteri, this is Toto. Let's crush them. Copy. Szép, tiszta a rajt. A Ferrari azonban ütközött. Yes, Valtteri, you're the man. Well done. Yes! Louis helyezése fontosabb, mint az, hogy Valtterival veszítünk néhány pontot. Louis az első számú, de remélem értékelik azt, amit érte teszek. Nem akartam hinni a szememnek. Megismétlődött az, ami 2005-ben. Indianapolisban. Többen jönnek ki, kérem szépen a box utcában. Na innentől kezdődik a cirkusz.
Innentől kezdődik a cirkusz. A Toyota a boxban, a McLaren a boxban, a Bar Honda a boxban, a Renault a boxban, mind a két Renault a boxban. Az élcsapatok a boxban, kérem szépen. Az összes autó a boxban. Lewis Hamilton a rajtrácson. Hát ez nem igaz. Ilyet még nem... Jézus Isten! Hát ez gyönyörű. A rajt. A csapatok a bakui incidens után nem akartak versenyezni. És le is inti a kockás zászló. Derékig áll a víz rajta, jó napot kívánok! A helyszín a 13. idei Forma 1-es világbajnoki sorozat versenypályája, a belgiumi Spa-Francorchamps. Noé óta nem láttak akkor esőt, mint amit most Belgiumban. Az esős pálya a kedvencem. Nagyon nehéz és nagy kihívás az autót a pályán tartani. De én ez miatt sohasem szoktam panaszkodni. This is undrivable. There's puddles, aquaplaning everywhere. It's unbelievable. And the car goes off. Same car's off. Race is over. I cannot drive. White flag, please. Undrivable. Le kéne fújni. Otherwise I cannot see anything. Verstappennek, mint említettem, új sisakja van, lehet, hogy nem lát. Le kéne cserélni. A látási körülmények egyenlőek voltak a nullával. Semmit nem láttak a pilóták. És a versenyt végül elindították. Verstappen azt hiszi, hogy ő Jézus és tud a vízen járni. Eddig sikerült neki. Lando, are you okay? Are you okay? What the f*** did I say? What did I say? Red flag? Yeah. Ez volt a legbrutálisabb baleset, amit valaha láttam. My God, Mr. Sain! My God, Mr. Bow! And Lando, are you okay? Are you okay? Yeah. He's okay, he's okay. Copy that. Carry on. A Forma egy kizárólag a pénzről szól, nem a pilótákról vagy a nézőkről. Ez egy biznisz. Thank you so much, congratulations. Ez a pillanat volt az, amikor a két pilóta között valami megváltozott. Szinte összeérnek kerék a kerék ellen, Verstappen, Hamilton ellen, Verstappen nagyon mélyen rámegy a bejárati kerékvetőre, és megőrzi a vezetést. Hamilton egy centivel nem hagyott több helyet neki. Leclerc pedig már belülről próbál kigyorsítani, és ott van Hamilton mögött, aki újra neki hódul. Max Verstappen tanárian védekezett, pont annyi helyet hagyott Hamiltonnak a kanyar csúcspontja, mert nem tudott támadni. A boxban, széldek! Hamilton eltalálja Verstappent, aki berepül! A falba, a kopsz külső évén! Merci, oké? Okay? Fuck! Nem történt semmi, csak valami belement a szemembe. Michael, van egy percet? Mondjad! Michael, nézd! Ez a kanyar egyértelműen megszé volt. Minden pilóta tudja, hogy a kopszban nem teszi be belsőjére az autóját. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy Hamilton volt a hibás. Jól van, Christian, megnézzük. Michael Toto? Mondja Toto. Michael, most küldtem neked egy e-mailt.
A csatolt fáj közt van számodra egy ajándék. A végeredménye a ránézésnek nincs szükség további vizsgálódásra, tehát ezt Lewis Hamilton megúszta. Az egész forma egy a Mercedes körül mozog, ami iszonyat frusztráló tud lenni. Ez elfogadhatatlan. Egyszerűen elfogadhatatlan. Gyorsan elengedik őket, nézzük ki, hogy kapja el. Leclerc jól jött el, és egész simán vezeti ezt a futamot. 665 napja nem nyert a Ferrari. És kezdik az utolsót, és már csak 7 tized másodperc. Azt hitték, nyerni fognak, de túl korán örültek. Ott hagyja! Azt a mindenit, te komoly Lewis Hamilton! És Lewis Hamilton ebben a pillanatban megnyeri a 72. brit nagydíjat. És idén sem nyertünk. Azt gondoltuk, a Silverstone-i események nem ismétlődhetnek meg még egyszer. De ez az olasz nagydíjon újra megtörtént. És itt körbe autózza, itt jön és kívülről körbe fogja autózni, és meg is jön, és meg is jön, és kívülről és leszakad az autó, és mind a kettőnek vége. Hát nem hiszem el, hát elképesztő, hát elképesztő. Lewis szándékosan ütötte ki. Szerintem izgatott. Ajaj, ajaj, ajaj. Nem nyugodt. Nem lehetett eldönteni, hogy ki hibázott ebben a szituációban. Nagy érvágás volt ez számunkra, de Valtterival szerezhettünk volna még néhány pontot. Valtteri, go get him! Meg lehet próbálni ráfordulni, picit előrébb van Bottas, és meg is csinálja, de nagyon szögletesre jön ki, ezért Perez bizony mellé gyorsít, Bottas nagyon szögletesen vágódott be a Rodzsába, és ezt Perez kihasználja, visszaveszi a pozíciót. Na, itt eldöntöttem, hogy többé nem fogom segíteni Lewis-t. Egy klasszikus kívülről előzés, úgy tűnt már megszerezted a harmadik helyet, de aztán mégse. Hogyan láttad ezt? Mit mondjak? Nem is tudom. Hát így jártam. Hát igen, Toto arcára minden rá van írva. Max, el tudnád mondani, mi történt az olasz nagy díjon? Nem nagyon akarom ezt kommentálni, de szerintem Lewis egy... Oké, következő. Come on, Valtteri, get these cars. Fuck you. Bottasnál ott a friss motor. És nem akadékoskodott nagyon Verstappennel szemben. Ki vagy rúgva? Jövőre George Russell fogja helyettesíteni Valtterit a Mercedes csapatánál. Gratulálok, Hamilton. Mi folyik itt? Nem is tudom. Ah. Ja, nem találom a szavakat. Ja. Merci ülés, el se hiszem.
Egyszerűen csak annyira hosszú út vezetett ide. Ja. Hihetetlen. De azért tudnia kell, hol a helye. Az Alfára. És akkor Hamilton 1.07.934, bemegy 1.08 alá, és több mint 4 tizedet ad Verstappennek. Max, itt az idő. Azt, hogy illegálisnak találták a Mercedes hátsó szárnyát, arra senki sem számított. Brazíliában az utolsó helyről kellett rajtolnunk, ezért kénytelenek voltunk feltekerni a motort 10-esre. A maximális 20-ból. Lewis, this is Toto. Fuck them all. Verstappen belülre húzódik védekezni, óriási a tempókülönbség, vajon kívülről el tud-e fordulni Hamilton? Nem! Verstappen nem hagyja, és mindketten lesodródnak a pályáról. Olyan érzés volt, mintha egy rakétában ülnél. Tudod azt, hogy nincsen ellenfeled a pályán. És megint nagyon közel. Ez eddig így legközelebb, Gábor. Ez elképesztő közel van most Hamilton, ez simán meg kell, hogy csinálja, bevág Verstappen elé, és megelőzi. Ebben a pillanatban Lewis Hamilton inti le a kockázászló elsőként, és megnyeri ezt a São Paulo-i nagydíjat, az idei 19. Forma 1-es futamot. Max a legjobb pilóta, akivel valaha találkoztam. Annyira precíz és kimért. Kihasználja a pálya minden egyes centiméterét. Szinte egyé válik a pályával és az autóval. Körről körre a határokat feszegeti. És sohasem hibázik. Na jó, kivéve amikor igen. Eltalálja a falat Verstappen, nincs meg a kör! Elfékezte egy picit, és beleteszi a falba az utolsó kanyarból, kifele pedig pont érő körön volt. Ettől függetlenül Max a kedvenc pilótám. Az utolsó előtti futamhoz érkezve Maxnak nem volt veszíteni valója. Ha kiüti Lewist, akkor ő a világbajnok. És sokkal beljebb tudja tartani az autót, nem létező híveket használ. Nem létező íveket körbeautózzá! Hát körbeautózzá! És valaki nekicsapódott ott hátul a falnak! Tömegbaleset a rajt után, mindenki összetöri magát! Hihetetlen! A kanyart megúzták, és aztán egy roncstelep lett az autópálya! Ha Lewis életben akarja tartani világbajnoki esélyeit, akkor ezt a futamot meg kell nyernie. Verstappen mellette, és kibékezi Verstappen! Verstappen vissza előtt! Mit művelnek egymás mellett?
Azt hittem, egy gyalogost enged el, azért lassított le. Elvégre utcai pályán vagyunk. Vagy nem? Időbüntetés, Verstappen kap egy 5 másodpercet, és akkor teljesen mindegy, hogy mi történik. 5 másodperc! Hiszen ott a kockázászló, és ebben a pillanatban leinti Lewis Hamilton, aki megnyeri az első szaudi nagydíjat. Sok minden történt ebben az évben, de van még egy kártya a sebünkben. Mindent egy lapra teszünk fel, és remélem be fog válni. Bizonytalanságot érzek Michael részéről, ezért nem bízhatjuk el magunkat. Így Lewisnak megengedtük a maximális motorerő használatát. Hihetetlen, de a két pilóta ugyanannyi ponttal érkezett az utolsó futamra. De egy kicsit félek, hogy mi fog történni. Jöjjenek a lámpák! Hamilton nagyon jól kapja el, és be is megy egyből Verstappen elé. Hamilton átveszi a vezetést. Közelebb is tudja magát lopni, de innen nem fog tudni támadni, de megpróbál bevenni! Bevegy Hamilton mellé, és kipékezi, viszont Hamilton kiküldi a bukótérbe! Lewisnak már csak be kellett volna hoznia az autóját. Azonban Mick a végére megnehezítette a dolgát. Lewis nagyon jó, de apám a legjobb F1-es pilóta, és ez így is marad. Júrnia, ó, például erre! Biztonsági például autós erre. Fázis a végére! Mick Schumacher bent a falban, és akkor Lewis Hamilton rémálmaiban valami ilyen köszönhetett volna vissza. Az egyik keze már rajta volt a serlegen Lewis Hamiltonnak. És nem előzhetnek a lekörözött autók. Michael Christian. Igen, hallgatlak Christian. Bármennyit is ajánl Toto, én a dupláját fizetem. Oké, Christian, ezt megbeszéltük. Most mégis elengedik őket az utolsó körre. Michael, nem ezt beszéltük meg. Toto, sajnálom, de Christian többet ajánlott. Ez így működik, oké? Már mindenki azt hitte, Lewis megnyerte a 21-es VB-t, de egy új játék kezdődött. Egyetlen kör van hátra a 2021-es világbajnokságból, és az első két helyen a két bajnok aspiráns, Hamilton jelen pillanatban a világbajnok, ha így futnak be, de így futnak-e be? Eldobja-e bármelyikük is, tudja-e tartani ezt a tempót Hamilton, melyikük lesz hidegebb? Mármint fejben, egy utolsó kör, Hamilton 8-at szó, Verstappen bedobja belőle, Verstappen! És ő nyithatja a hátsó szárnyát, mert a vonalnál ő volt előrébb! De nem is lesz nyitás, mert olyan újra nyitásnál vagyunk, úgyhogy most csak a szikázás folyik az egyenesben, ezért lesz majd egy figyelmeztetés, ő vissza szélárnyékból Hamilton! És megpróbál visszabújni, messze van tőle Hamilton, talán belülre tudja tenni, nem? Nagyon mélyet fékez, Verstappen nagyon mélyet fékez, rosszul gyorsít ki a kanyából, Hamilton vissza fog támadni a 9-es... 5, Mikey, 5, 500 ezeret adok, csak csinálj valamit! Jön a szélárnyékból, külsőjével Hamilton, Verstappen belül! Verstappen, de kemény! Megtartja! És még mindig ő van előre, és ebben a pillanatban Hamilton már nem fog tudni visszatámadni, Verstappen a gumi előnyben elmegy! Mikey... 1 milliót adok. Egy kanyar hátra Verstappennek, befordul a 16-osba! You just wait, sunshine, you just wait. Hamilton, P2. Du bist Weltmeister! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! És a 2021-es év világbajnok, a Max Verstappen! Milyen vége volt ennek a világbajnokságnak, ez elképesztő! Felejtsen nekem mindent, ami 1950 óta történt. Valami olyat láttunk ma, ami soha nem volt még a Forma 1-es pályákon, sőt, nagyon kevés sportág mondhatja ezt magáról. Nem tudom, hogy ez egy színházi előadás lenne, akkor
leborulva gratulálnék a dramaturgnak meg a rendezőnek. Én nem tudom, ez hogy jött össze, Máté. Most szerintem lenyom, hogy kitehetjük, kinyomjuk magunkat, és csak nézzük meg, hallgassuk. Hey, Toto! Gratulálok a második helyhez! Fuck you. Fuck you. Max Verstappen a világ legjobb pilótája 2021-ben.